Az eddig lejátszott 9 fordulóban pontosan 50%-os teljesítményt nyújtott az MTK. Annak ellenére, hogy a Vác mögött a kékfehérek lőtték a legtöbb gólt. Tehát a védelemmel nyilván valami baj van. Most őket azt fenyegette a ma délelőtti mérkőzésen, hogy amennyiben kikapnának a Békés Csabától, úgy leszakadnak az élmezőnytől. Márpedig a Békés Csabával vigyázni kell, mert Pásztor József együttese stílusosan jól játszó együttes. Vancsa. Balog. Lefejeli Jován. Horváth véd. Kasik szöglete a 8. percben. Zsiborás nem éri el, és gól! Teljesen váratlanul Kasik a kapura csavarta a szögletet. Zsiborást alaposan meglepte, és vezet a Békés Csaba. Szent indul meg, most mozognak keresztbe. Középre pattan a labda, óriási helyzet, Kasik, Zsiborás nagyot véd. 28. perc, Zsivócki, Komódi, Horváth, és mellé. Jován a földről akarta befejelni. Kasik, Kulcsár, nagyon jól pörgeti oda, jön Stanó, de Kasik sokkal gyorsabb, és gyönyörűen elviszi mellette. 2-1 ellen, Kasik, Zsiborás nagyot véd, ott a gólhelyzet. Fodor hagyta ki, és Stanó rúgja el. Mracskó, Kulcsár. Létszámfölényben a hazai védők, de így is Kulcsár kapja az indítást. Ügyesen húzza meg Stanó mellett. Vancsa, 2-0. Gyönyörű Békés Csabai támadás. Kulcsár remekül ment el a jobb oldalon, és a hátra gurított labdát Vancsa egyből a kapu jobb oldalába lőtte. A 3. percben már 2-0-ra vezet a Békés Csaba. Stanó egyből előre. Janucz fejeli el Vancsa. Jó labda Zsivockinak, gólhelyzet, 2-1. Vancsa harcolta ki a labdát, jól tolta ki Zsivockinak, aki szép gólt lőtt. A második félidő 8. percében szépít a hazai csapat. Csató. Fodor. Kuruc. Remek labda Kasiknak. Zsiborás bevédi. Ez egyértelműen kapus hiba. Kasik már másodszor járt túl Zsiborás eszén. Ezúttal Kurucztól kapott remek labdát, és kapus segédlettel a 3. Békés Csabai gólt szerezte. A 2. félidő 15. percében. Csúsztatott labda, Szabó, gól. Egy kósza előreívelt labda után Szabó jól fordul le. 3-2 a 43. percben.